Fúrótornyokat irányító mérnöknek hazudták magukat azok a Budapesten élő nigériai diákok, akiket a múlt héten fogtak el a rendőrök. A nyomozás még csak most kezdődött, de már legalább 4 áldozatról és 100 milliós kárról beszélnek a nyomozók. Társkereső oldalakon hamis profillal szédítették az idősebb magányos nőket, akik a nyilvánvaló jelek ellenére is hinni akartak abban, hogy az igazi szerelem talált rájuk. A szakzsargonban csak romantikus csalásnak nevezett átverés nagyon gyakori bűncselekmény lett. Ebben a hónapban a Kékfényben is minden héten foglalkoznunk kell vele. Sok tekintetben egyedülálló fogást mutatott be múlt héten a rendőrség. Szeretnénk egy olyan eredményünkről beszámolni, ami úgy gondolom, hogy mérföldkőnek nevezhető. A felvételen egy romantikus csalásokra szakosodott banda elfogását látják. A gyanú szerint idős, egyedül élő nőket hálóztak be az interneten, és szerelmet hazudva pénzt csaltak ki tőlük. A mostani ügy azért különleges, mert a bűnözőket még azelőtt elkapták, hogy az áldozat egyáltalán rájött volna arra, hogy átverték. 2024. július 22-én érkezett egy feljelentés egy magyarországi banktól, arra vonatkozóan, hogy az egyik ügyfelüktől nagy összegű készpénzt utalás formájában csaltak ki külföldi személyek. Az utóbbi években elszaporodott internetes csalások miatt a bankok folyamatosan monitorozzák az ügyfelek számláit. Ha gyanús utalást észlelnek, azonnal jeleznek, van, hogy az ügyfelet hívják, súlyosabb esetben azonnal a rendőrséghez fordulnak. A mostani esetben azt szólaltatta meg a vészcsengőt, hogy egy afrikai számlaszámra utalt egy Heves megyei nyugdíjas nagy összegeket. A csalónak az volt a szövege, hogy egy olajfúró tornyon dolgozik, ő a főnök. Hónapokig etetett egy 64 éves Heves megyei nőt romantikus szövegekkel. Egészen addig, míg a szerencsétlen asszony azt érezte, megfogta az Isten lábát. A nő amúgy nem tudott angolul, és nem tűnt fel neki, hogy beszélhet vele egy afrikai úriember az óceán közepéről magyarul. Fordítógéppel fordították a szöveget. A hölgyek nem figyeltek arra, hogy esetleg a szöveg nem teljesen tökéletes magyarsága van megírva. 3 havi etetés után az afrikai úr megírta, hogy bajban van, mert alkatrészeket kellene rendelnie Japánból, de sajnos nem működik náluk az internet, nem tud utalni. Ha elsőre nem lett volna egyértelmű, mindezt az interneten keresztül írta meg. Ez azért még a bókoktól bódult nőnek is feltűnt. Rá is kérdezett a hölgy egyébként részletkérdésbe, hogy miért működik a Viber. Mondta, hogy ez ingyen van Törökországban, és így, de csak az internet nem működik. És azt a hölgy elhitte. A hölgy végül 70 millió forintot utalt át. Pár nappal később azonban az afrikai úr újra jelentkezett, hogy sajnos további összegekre van szüksége, mert az internet még mindig nem jó, csak a Viber. A hölgy pedig neki látott összeszedni a pénzt. 40 milliót kért kölcsön ismerősöktől, és felvett még 10 millió banki hitelt is, és ezt is elküldte reménybeli szerelmének. Ez volt az az utalás, ami viszont már a banknak is feltűnt. Leállították a folyamatot, és szóltak a rendőrségnek. A rendőrség 3 nigériai férfit és 1 magyar társukat fogta el egy budapesti lakásban. Az afrikaiak egyetemisták voltak, ezért tudtak tartósan a fővárosban élni. Jól jellemzi a történetet, hogy amikor a gyanúsítottak már rács mögött voltak, az áldozatuk még akkor sem volt hajlandó elhinni, hogy átverték. A sértettünk azt mondta, hogy őt nem tévesztették meg, őt ez a férfi szereti, és semmiképpen nem érzi azt, hogy ő céltalanul küldte volna ezeket az összegeket a férfi számlájára. A Kékfényben többször, legutóbb a múlt héten is foglalkoztunk már a romantikus csalások lélekrajzával. A csalók nagy manipulátorok, kikutatják mások vágyait és teljesítik azt. Szakemberek szerint nagyobb eséllyel válhatunk áldozattá, ha rossz testi, lelki állapotban vagyunk. Az érzelmi sérültségünk, a hiányérzetünk csökkentik az éberségünket, a csalók pedig jó érzékkel felismerik, kitapintják a gyengeségünket, és visszaélnek vele, mert épp azt kínálják, amire vevők vagyunk. Nemtől, életkortól, iskolai végzettség, től függetlenül bárki beleeshet a csapdájukba.
akár több hónapon keresztül is leveleznek mindenféle dologról, kertészkedésről, gyerekekről, mi történt velem, meghalt a férjem, stb. Stb. És utána egyszer csak előrukkolnak egy ilyen váratlan eseménnyel, amire valamilyen pénzösszeget szeretnének kérni. Például amerikai katona, hogy az eltávolt megkaphassa, fizetnie kell. Ilyen nincs. És tehát, akkor a magyarországi párja fizesse ki ezt, van. Hogy el tudjon jönni? Így van. Bármilyen megdöbbentő, de egy idős magyar asszony elhitte, hogy a világhírű hegedű művész André Rieu a neten keresztül udvarol neki, sőt feleségül akarja venni. A néni 3 milliót postázott a sztár kérésére, ami valójában egy békési csalónál landolt. Egy borsodi lelkésznő pedig azt hitte el, hogy a hollywoodi sztár Richard Armitage lett szerelmes belé. A lelkésznő a vád szerint sikkasztott az egyházi vagyonból, hogy elküldhesse a színésznek, aki állítása szerint sajnos megszorult két szuperprodukció forgatása között. Az ügyben várhatóan jövő héten születik jogerős ítélet, beszámolunk majd róla. A romantikus csalások áldozatai sajnos sokszor nem tesznek feljelentést, főleg, ha csak kisebb összeget vesztettek a képzelt szerelem miatt. Szégyelik, hogy léprementek és nem akarják kiteregetni. A mostani ügyben eddig 4 áldozatát azonosították a nigériai csalóknak, de még csak a nyomozás elején járunk, várható, hogy továbbiakat is találnak. A rendőrségen hatalmas apparátus foglalkozik a netes csalási ügyekkel. Ahhoz, hogy egy ilyen típusú ügyben megtalálják, kivert át egy heves megyei nyugdíjast, nem elég csak a megyei rendőrkapitányság munkája. Egyik főkapitányság sem önmagában kezeli ezeket az ügyeket. Elindulnak nyomozások minden vármegyékben, és amennyiben olyan impulzushoz érkezünk, amely láthatóan eredményt hozhat, akkor a központi szakirányítás az Országos Rendőrfőkapitányság kiberstratégiai osztályán keresztül együttesen bevetünk minden olyan lehetőséget, amely egyébként ezt a mostani rendkívül eredményt is biztosította. A kibervédelmi főosztály az ORFK-n működik hatalmas 300 fős létszámmal. Azért ekkorák, mert az utóbbi években egyértelműen az internetre költözött a bűnözők tetemes része. Az elkövetők is felismerték, hogy ez egy viszonylag egyszerűen, könnyű, kis befektetéssel és elég nagy esélyben nehezen lenyomozható, vagy nagyon-nagyon nagy erőforrásokkal lenyomozható bűncselekmény. Tehát így ebből adódóan nyert ez teret. A netes bűnözők ellen azonban sokszor az országos hatáskör sem elég, hiszen az interneten nincsenek határok. A tettes, aki telefonon vagy valamilyen üzenetküldő szolgáltatáson cserkészi be az áldozatát, akár másik kontinensen is lehet. Nincsenek határok, egyáltalán nincsenek határok, nekünk sokkal több korlátunk, határunk van. Itt az ügyészi együttműködések nemzetközi téren, jogsegélyek kiküldése, ezek sokkal nagyobb korlátok, mint amit az elkövetők egyébként, amik ugye semmilyen ilyen korláttal nem rendelkeznek, úgyhogy ez probléma mindenkinek. De lehet, hiszen van közös nyelv, van Europol, van Interpol, van nevek, van mindenféle egyéb olyan nemzetközi szervezet, Magyarországon belül is működik, minden nemzetközi bűnügyi szervezetnek megvannak a maga kihelyezett attaséi, összekötői. Ma már ott tartunk, hogy az európai rendőrségek szinte automatikusan dolgoznak együtt a hasonló ügyekben. A magyar nyomozók gyakorlatilag valós időben tudják követni például a német vagy az osztrák kollégák munkáját egy közös ügyben, még csak az íróasztaluktól sem kell felállniuk hozzá. Az internet nem csak a bűnözők számára teremt lehetőségeket.